Nem elég megborzolni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni. Fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Léb Eszter 7. osztályos tanuló szavalatával indult a rendhagyó ünnepség itt a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor általános iskolában. Az intézmény a tavalyi tanévkezdet óta ápol kapcsolatot az egyik hazai kereskedelmi bankkal, mely most 300 000 forint értékű pénzadományt ajánlott fel az iskola Ifjúságért Alapítvány Ménfőcsanak arany-gránit tehetségpontjának. Az AXA-bank mindig is kiemelten kezelte a társadalmi felelősségvállalást, mint olyat. Nem csak a tehetséges fiatalokat támogatjuk, de mindenkit, akit érdemesnek és fontosnak tartunk erre. De természetesen kiemelten kezeljük a tehetséges fiatalokat, hiszen egy felnövekvő generációt támogatunk, akik talán a jövőnket és az reményeinket építik ebben az új, reméljük új világban, és egy szép és jobb jövőre bízva támogatjuk őket. A bank már korábban is támogatta az iskolát, akkor bútorokat kapott a közel 500 tanulóval működő intézmény. Természetesen a mostani adomány is példaértékű, a több 100 000 forintos felajánlást tehetséggondozásra fordítja a csanaki iskola. Nagyon sok verseny különböző helyszíneken zajlik, ahova a tanulókat el kell juttatni. Nyilvánvaló, hogy ennek anyagi vetülete van, anyagi költsége, tehát egyrészt az utaztatás, másrészt a versenyekre való nevezési díj befizetése, illetve, hogyha külső mentorra van szükségünk, az ő munkájának a díjazására szeretnénk ezt fordítani. Terve között szerepel továbbá egy beszédfejlesztő szakkör indítása, melyhez külsős, neves szakemberek segítségét szeretné igénybe venni az iskola.